Én inkább egy átfogó képet szerettem volna adni, hiszen éppen ez az egyik legnagyobb baj a modern világban, főleg a gyógyításban, hogy elveszünk a részletekben. A reggeli előadás az megpróbálta áttekinteni azt, hogy egy fogorvosnak miféle tudásokra, milyen ügyességekre, milyen ismeretbázisra van szüksége ahhoz, hogy sikeresen végezhesse a munkáját. Ezek igen nagy számúak, tehát nagyon sokrétű a mi hivatásunk, csak látszólag egy úgymond fogfelső részkészítés. Valójában, ha valaki komolyan veszi, akkor a fizikától, biológián át, a biomechanikán keresztül, a fizioterápiáig, neurológiáig nagyon sok aspektusát kell ismerni a gyógyításnak. Én inkább egy átfogó képet szerettem volna adni, hiszen éppen ez az egyik legnagyobb baj a modern világban, főleg a gyógyításban, hogy elveszünk a részletekben, és kevésbé látjuk globálisan a beteget. Azt sem szabad elhanyagolni, nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a páciens fogát kezeljük, vagy az ágycsontját. Ez ugyan egy kis szegmens a gyógyászatnak, de ugyanúgy hat a mi munkánk az egészre. Nos, ez a fajta komplexitás nem igazán jellemző a mai gyógyításra, és én inkább annak a híve vagyok, hogy lássunk túl a fogászaton, és vonjuk be a társterületeket is, és amikor egy kezelési tervet felállítunk, akkor minél szélesebb látókörrel tegyük meg azt. Pontosan erről szólt a mai előadás. Minden egyes gyógyítónak, aki például fogorvosként végzi a munkáját, kell ismernie és gyakorolnia is a hivatásának egy jelentős részét, de mindenhez nem érthet. Viszont a társterületek tekintetében is kell elegendő információja legyen, és jártassága legyen ahhoz, hogy értő módon tudja kidelegálni az adott terület képviselőjének a feladatot. Tehát hiszek a team munkában, de hiszek abban, hogy nem ragadhatunk le a tudásunkat tekintve egy-egy szűk szakterület mellett.